A női röplabda Magyar Kupa döntőjében a Békés Csaba 3-0-ra legyőzte a Vasast. A finálé után következett a bronzmérkőzés, ahol a Fátum Nyíregyháza a Jászberény ellen lépett pályára. Az előzmények a nyírségieknek kedveztek, idén eddig mindig a Fátum nyerte a két csapat meccsét. Ezúttal az első szett óriási csatát hozott, és a hajrában pontosabban játszó berényiek megnyerték a játékrészt. A Nyíregyházában benne maradt a második szett elején az elveszített játszma, és ezt kihasználva meglépett a Jászberény, és már 18-14-re is vezetett, 20-20-nál azonban utolérte ellenfelét a Szabolcsi gárda, majd a játszmát is megnyerték a mieink. A harmadik felvonás eleje viszont a Nyíregyházának sikerült jobban, és komoly előnyt sikerült szerezni, ez kitartott a végéig, így 2-1-re már Horváth András gárdája vezetett. A harmadik szedben is a Fátum irányított, és végül 3-1-re győzött, így bronzérmes lett a Magyar Kupában. Egy nehéz mérkőzés volt, nem játszottunk kimondottan jól, azt hiszem, ezen a pénteki meccsen, viszont meglett a bronzérem, és ez a legfontosabb. Nyilván Josefina Fernández egy nagyon hiányzó pont a csapatban. Nál nagyon jól szállt be, ő ugye egy másik poszton játszik átlóba, itt most nyitást fogadnia kellett, ami nem egyszerű, de nagyon jól helytállt. Lilla is nagyon-nagyon ügyes volt, és hát igazából mindenkit ki tudok emelni, mert Kundi is, ahogy beszállt nálunk nyitásba, úgyhogy ez egész egy nagyon jó kis csapatmunka volt. Úgyhogy nagyon örülünk, most a következő részre kezdünk már összpontosítani, koncentrálni, mert ugye most a bajnokság lesz a legfontosabb most már. A csapat a héten két bajnokit játszik, előbb a Kaposvár ellen idegenben, majd a TF ellen hazai pályán.